Sziasztok! Megmutatom, mit kaptok az iPhone 5C-be, hogyha azt a GSM-nál megvásároljátok. Maga a telefon. Az 5C ugye ez az iPhone-nak a olcsóbb modellje. Hát ugye most még forgalomban van az iPhone 4S, az iPhone 5S, igen, az 5S, és még az 5C az a középső. Kapunk egy ilyen Hello papírket, de jó. Egy ilyen rövid leírás, ami ugye ez nem túl nagy. Itt hátul benne van ez a SIM-kártya kijövő. Azért lehet látni, hogy itt is olcsóbb lett, ez egy sima meghajtott fém, még azért az 5S-hez, illetve az 5-höz még egy ilyen minőségibb darab járt. Tehát itt is próbálunk spórolni. Viszont a headset az teljesen ugyanaz, mint az új modellekben, illetve a töltő is. Ezek a telefon. Minőségre amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó lett. Féltem ettől a műanyagtól, hogy ha leváltják az 5 alumínium burkolatát, akkor nem lesz meg a minőségi hatás, de kifejezetten meg lehet ez a fiatalos szín, amúgy a fiataloknak ez biztos, hogy nem fog tetszeni. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem még talán jobb egy kicsivel, mint az iPhone 5. Az iPhone 5-nél az alumínium az eléggé kopott. Nézzük közben előbb, hogy megnyomtam a tetejét, be is kapcsolódott. Igen. Rakok be a SIM-kártyát. Maga a belső ugye az szinte teljesen ugyanaz, mint az iPhone 5-nek volt, ám bár valamivel azt írják a tesztek, hogy icipicivel gyorsabb lett. Nézzünk egy magyart. Jó. Itt kellene a Magyarországnak is. Itt is van. Jó, ezt most kihagyjuk. Mindjárt aktiválja magát, addig azért mondanám, hogy tényleg merem ajánlani azoknak, akik olcsóbb iPhone-ra vágynak, mint az iPhone 5S, mert hogy jó. Tehát nem, én azt gondolom, hogy ez nem fog karcolódni nagyon. Illetve vannak hozzá nagyon, nagyon vicces dolgok most az Apple, ugye ezeket is kidobta. Ez új iPhone-ként. Jó, a szokásos bekapcsolás az teljesen ugyanaz. Ugye ez már csak az iOS 7-tel működik. Tehát ez alapból azzal jön ki. És be is kapcsolt. Ezt azért kapcsoltam amúgy be, hogy látszódjon, hogy ez a vicces háttereket tartalmazza már. Egy fél pillanat, itt a beállításokban megnézzük, ugye az a különbség nagyjából, hogy a hátterekben a kékhez kék háttér, a sárgához sárga háttér található, tehát... Úgy tudom, ez az 5-esben amúgy nincs is benne az a fajta háttér, ami a gyári alap.